Örömmel tájékoztatjuk nézőinket, hogy a Nagykun Víz és Csatornamű Kft. Által üzemeltetett Akácliget gyógy- és strandfürdő gyógyászati részleggel együttesen 2020. július első napjától az általános védelmi intézkedéseket betartva újra fogad fürdővendégeket és betegeket. Üdvözlöm András Istvánt, az Akácliget gyógy- és strandfürdő fürdővezetőjét. A mai napon jelentettük be, hogy megnyitott a kis fürdő. Milyen karbantartási munkálatok előzték meg, miben történt esetleg változás, mennyi medencével üzemel a strand területe? Tisztelettel köszöntöm én is a kedves nézőket. Hát örömmel tudom elmondani, hogy egy medence kivételével mindegyiket megnyitottuk, tehát mind a beltéri, mind a kültéri medencéket. Itt elsősorban az úszómedence és a termálmedence, ami a legfontosabb itt a vendégek számára. Hát előzetesen, tehát itt azért volt egy nagy szünetünk, itt a karbantartási munkálatokat elvégeztük, tehát a szokásos szezon felkészítési munkákat végeztük el. Ez természetesen a lehetőség szerint, hiszen bevételi forrásunk nem volt, tehát ezt máshonnan kellett pótolni, meg olyan jellegű munkákat is elvégeztünk, amit az évek alatt úgy tologattunk, amely nem teljesen függ össze az üzemeltetéssel, de ezeket is el kellett végezni. A fürdő területén belül számos zöld felület van, ezeket hogyan tudták karbantartani, milyen újítások történtek esetleges? Hát újítások nem történtek, csak kimondottan a karbantartás. Hát itt most jelenleg pont olyan helyzet állt elő, hogy itt a tavaszi hónapokban magával a zöld területtel nem nagyon kellett foglalkozni, mert így mondom, hogy még a fű se nőtt, hanem most, hogy jöttek ezek az esőzések, most azért elég sűrűbben kell, de természetesen ezt folyamatosan csináljuk. Az árakban történt a változás, illetőleg azok a személyek, akik bérlettel jöttek a kieső időszak miatt, hogyan történik az ő fogadásuk, hosszabbítódik-e a bérletük az elkövetkezendő időszakban? Igen, ahogy ön is elmondta, akkor kezdem a kérdés utolsó végével, hogy a bérletek meghosszabbításra kerülnek az áratartás miatt kiesett időszakra vonatkozóan. Ez természetesen online-on, meg elég hirdetésekben ezt tájékoztattuk a kedves vendégeinket. Az jegyáraink nem változtak, tehát annyiból volt a január 1-i állapotnak megfelelő jegyárakot tartjuk továbbra is. Nyitvatartásban módosulás a nyári időszak miatt történik-e? A nyitvatartás is ugyanúgy, mint az eddig évek során, ugyanaz a nyitvatartási időnk. A strand területén belül van ugye egy fedett rész, ahol gyógyászati részleg is a rendelkezésükre áll, akik ide látogatnak. Erről mondjon néhány mondatot. Igen, tehát a beltéri medencék is, a Uszoda, Tanuszoda kéterű termálmedence is beüzemelésre került, most már a jelenlegi jogszabályok ezt lehetővé teszik. A gyógyászatunk elsőn szintén elindult, mind a szakrendelés, mind a kezelések. Itt annyit tennénk hozzá, hogy természetesen a Nemzeti Közegészségügyi Központnak vannak ajánlásai, ezeket természetesen mi biztosítottuk a vendégek számára, itt gondolok a fertőtlenítésre, olyan táblák elhelyezésére, amely figyelmeztetik a kedves vendéget, akár a kézmosás helyességére, vagy esetleg a egymástól való távolságtartásra. Üdvözlöm Sári Kovács Szilvia, Karcagváros alpolgármester asszonyát. Itt vagyunk a kisfürdő területén közismert nevén. Milyen alkalomból gyűltünk ma itt össze? Ez egy nagyon jeles nap, hiszen végre megnyithat a Akácliget fürdő, a karcagiak kisfürdője, hiszen erre már mindenki nagyon-nagyon régóta várt. Miért fontos ez a településünk számára? Én úgy gondolom, hogy a karcagi kisfürdő, az Akácliget fürdő minden karcagi ember számára az életének szerves része, és nagyon kedves létesítmény, ahová mindig szeret kijönni. Sajnos a vírus okozta a helyzet nem tette lehetővé, hogy a kisfürdő rendszeresen és rendesen, ahogyan szokott üzemeljen. Én úgy gondolom, hogy az emlékezetemben, és talán a fürdő egész létét tekintve, meglétét tekintve, nem volt még olyan május 1-e, olyan majális, hogy ez a fürdő ne nyissa meg teljes körűen a kapuit a látogatók előtt. Sajnos azonban ez most így történt, nem, hogy nem jutotta meg a kapuit, bezárt teljes körűen, és sajnos mi is be voltunk zárva, hiszen karanténban töltöttük az elmúlt időszakot. Ezt a karcagiak nagyon jól viselték, de nagyon hiányzott nekik a kisfürdő, hiszen mindenkinek az életének a része. Jó ide kijönni, jó itt eltölteni egy pár órát munka után, feltöltődni, pihenni, barátokkal beszélgetni, a gyerekekkel jót játszani, és ez bizony mindenki számára nagyon hiányzott. De most itt vagyunk, és végre az Akácliget fürdő kapuja, a karcagiak kisfürdője újra kinyithatja a kapuit, és megnyílhat a látogatók számára. Az idő nekünk kedvez, gyönyörű időnk van, és remélem, hogy ez a
medád okozta eső is csak bizonyos időszakokban egy-egy futózáporral frissíti föl a meleg levegőt, és mindenki tudja élvezni a strandot. Újra birtokba veheti mindenki. Nagyon szép az időnk, én úgy gondolom, hogy ki kell használni. Mindenkinek legyen benne öröme, és találja meg benne mindenki a szórakozását, a gyógyulását, a kikapcsolódását, a pihenését, akár a sportolását. Találja meg ezeket a lehetőségeket, és én biztatok is arra mindenkit, hogy mindenkinek hírelje azt, hogy milyen fantasztikus gyógyvizünk van, milyen gyógyító hatása van, mennyire jól föl lehet töltődni általa, és látogasson el minél több karcagi a kisfürdőbe. Természetesen várjuk mások látogatását is, főleg azokit, akik a városunkba érkeznek, ne hagyják ki ezt a lehetőséget. A kisfürdő üzemeljen teljes látogatottsággal, és én azt kívánom, hogy az elkövetkező órákra, hetekre és hónapokra mindenkinek nagyon jó fürdőzésben legyen része, és élvezze ezt az Isten adta lehetőségét a városnak. Üdvözlöm Szepesi Tibort, önkormányzati képviselőt, itt vagyunk közismert nevén a Kisfürdőben, amely a mai nap folyamán megnyitott. Miért fontos ez turisztikai szempontból a település számára? Mit érhetnek el, aki ide látogatók? Természetesen folyamatosan várjuk a Karcagra látogató vendégeket, akiknek ugye több lehetőséget tudunk biztosítani. Ezek közül az egyik, és talán az egyik legfontosabb a karcagi gyógyvizű strandfürdő, amely azért sokféle lehetőséget kínál, hiszen a gyógyászat mellett a gyógyvíz, és hát természetesen a sportolni vágyók, a rekreációra, az egészséges életmódra vágyókat is szeretettel várjuk ide a fürdőbe. És hát nyilván ezzel együtt Karcagra is természetesen. Módosul esetleg a nyári időszakban a fürdőnek a nyitvatartása, gyerekeket hoznak, ugye, ahogy említettük, sportolni? Én azt gondolom, hogy az igényeket föl kell mérni. Természetesen, hogy most egyfajta megnövekedett igény mutatkozik a város részéről is, hiszen a nyári szabadságolások megkezdődtek, a nyári szünet megkezdődött a gyerekek számára, és azt gondolom, hogy természetesen a fürdő is felkészült arra, hogy ezeket az igényeket ki tudja elégíteni. Biztos, hogy ettől fog majd a nyitvatartás is függeni, hiszen a reggel elsősorban az úszni vágyók, a mozogni vágyók számára biztosít lehetőséget, aztán pedig az úszásoktatás, amelyet már nagyon vártak azt gondolom az iskolák és a fiatalok, hiszen nagyon fontos a gyerekek számára az, hogy időben és kellő létszámban megtanuljanak úszni. Ez ugye a későbbi életük folyamán nagyon fontos lehet számukra. És hát nem beszélve arról, hogy a játék öröme, a víz, a napsütés, az azért várja a fiatalokat. És azok a gyógyászati szolgáltatások, ami a középkori, illetve az idősebb korosztályt is ide tudja csalogatni nyilván. Természetesen ugye több generációs maga a fürdő, és hát nyilván ezt tapasztaltuk az előző években is, hogy nagy szülők hozzák elsősorban a nyári szünetben a fiatalokat, óvodásokat, általános iskolásokat, de azt gondolom, hogy remek találkozási hely ez a kicsit idősebb fiatalok számára is. Sportolás, kikapcsolódás, szórakozás, közösségi együttlét, tehát nagyon-nagyon sokféle lehetőség várja itt a fürdőbe látogatókat.